Hello mindenkinek! A mai videóban készítettem egy nőies rózsaszínű sminket, egy nagyon élénk csillogó Victoria's Secret szájfénnyel. És aki szeretné megnézni, hogy hogyan készültettem el a mai sminkem, az tartson velem! Egy szemhéjfesték bázist viszek fel először, a Bobbi Browntól, a Longwear Cream Shadowtól, a Bone 1-es árnyalatúrt. Mivel sötét, de világos nőies sminket készítek, ezért ma leginkább a Naked Cherry palettát fogom használni, ugyanis rózsaszínes árnyalatokat szeretnék, meg ilyen bordós árnyalatokat. Úgyhogy a Juicy-t választom először, ami egy végül is barackárnyalat. Ezt azonban egy nagyon laza, nagy satírozó ecsettel dolgozom el a mélyítő vonalon. Azért, mert ez segít abban, hogy végül is a sminkünk könnyebb legyen ugye eldolgozni a sötétebb szemhéjfestéket felette, valamint ez ad egy jó kis árnyalatot, átmenetet majd a fényes szemöldök alatti színnel, meg ugye a sötétebbel, ami itt lentebb lesz. Úgyhogy ezt szépen csíkmentesen eldolgozom. Majd pedig a kedvenc satírozó ecsetemet veszem elő, egyébként E25-ös satírozó ecset a Sigmától. Ez egy lapos, széles satírozó ecset, ami azt jelenti, hogy satírozhatok vele így, vagy így is. Tehát koncentráltan, de mégis eldolgozva tudok felvinni színeket. Az első szín, amit szeretnék felvinni, az ez a szín lesz, ami egyébként fényes szemhéjfesték. Ez már egy rózsaszínes, bordós árnyalatú szemhéjfesték. És ezt a szemhéjfestéket egy külső V alakban dolgozom el, tehát a szemhéjon, valamint a külső macskás részen, tehát ugye hosszába, és utána a V másik oldalát, ami a mélyítő vonal lesz. Nem jövök be teljesen, csak idáig, mivel már felvittük a másik szint, így észre se venni. Szépen eldolgozódik így is. Ez egy nagyon szép nőies, fényes szemhéjfestény. Kiváló a mai sminkünkhöz. Mert nekem van egy nagyon szép rózsaszínű, világos fényesítőm a Diortól, ami a Nude Luminizerből a 02-es árnyalat. Ezt használtam amúgy az esküvőmben is, tehát már többször egyébként is láttátok, hogy használtam. És mivel ezt úgymond koncentráltan akarom felvinni, ezért nem is ezt, hanem egy szintetikus ecsetet fogok használni, egy laposat. A MAC Fix and Plus spréjével lefújom, így még koncentráltabban tudom majd felvinni. És mivel lefújom, így nedves is lesz a hatása. Mintha nedves lenne a szemhéjfesték. Mármint nedves is, de hogy értsétek jól, tehát úgy is néz ki. És itt élénken húzom meg, és utána dolgozom el. Jó, tehát itt nem baj, hogyha úgymond egy csík. Remélem, hogy jól visszaadja a kamera, amiről beszélek. Bibi! Igen, ott a lovacska. Jó, és egyre finomabban oszlatom el itt. Halacska is van. Tehát
akartam, hogy jócskán világos, élénk szín legyen itt. Ettől szerintem nőiesebb, rózsaszínes, úgymond babásabb, de azért nem babásra készítem ezt. Egyébként apropó baba, akkor szerintem ez egy jó smink babaváróra is. És akkor már felviszem ide a belső szemzugra is. Mondj! És akkor alul megint csak ezt a fényes sötétet visszük fel, de most egy nagyon pici ecsettel, de már kezdem összekötni ugye azzal a satírozással. Ezt egy picit mélyebbre viszem fel, mert mindjárt egy sötét színt is felviszünk. Jó, most pedig elkezdek most már használni egy nagyon sötét bordó fényes szemhéjfestéket. Egyébként ezt mindjárt fent is fogjuk használni. Csak most elkészítem az alsó részt. És ugye nagyon közel a szempillatövekhez kezdek el vele dolgozni. Jó, tehát ezzel az ecsettel itt a macskás részt készítem, meg elkezdem itt sötétíteni, de szerintem le is cserélem egy olyanra, ami még koncentráltabban felviszi. Ugye megmutatom, melyik lesz az az ecsetem. Ez. Ezzel szinte tudom rajzolni, amiről beszélek. Bizony, kicsim, bizony. És mindjárt készen is a sminkünk egyébként. Bibi! Fényes szín, amit a szemöldök csontra viszek fel, az pedig egyébként a Clio márkától, ez a Prism egyébként fényesítőből. Ez a rózsaszínes árnyalat lesz az. És ezek után egyébként már csak szempillaspirál, műszempillát mindenképp szeretnék, és egyébként ki akarom húzni a szemem. Viszont folyékonnyal, most nem zselés szemhéjtussal, mutatom, Kat Von D márkától használom a Tattoo Liner-t. Ezzel ugyanis szép macskásra ki tudom húzni a szemem. Ugye mindig mondom nektek, hogy határozott nozzulattal készítjük. Nem akarom egyáltalán vastagra, csak macskásra most. Tehát akkor kész is lennék a szemsminkkel, úgyhogy rátérek az arcom további részére. Ma a NARS fényes Laguna bronzeremet használom. Tudjátok, hogy nagyon-nagyon szeretem. És ugye mindenhol egy kicsit bronzosítok vele, ahogy szoktam egyébként, mert ugye ez a bronzosítás, ez mindig ugyanúgy történik. Hogy adjon egy szép keretet az arcnak, mert ugye az alapozó gyönyörű, az úgymond egyetlen egy bőrszint, bőrképet ad, de vissza kell tenni a tónusokat, az árnyékokat, a világosabb részeket utána az arcra. Igen.
nagyon intenzív pirosítót fogok használni, a Diortól a 962-es Poison Matte pirosítóját. Ez egy eléggé élénk, de sötét rózsaszín, ami tényleg látszik az arcon. Tehát most nem csak finoman összedolgozom, mint néha szoktam a bronzosítóval, hanem most tényleg akarom, hogy visszaköszönjön az élénk rózsaszín az arcomon is. Jó, végül fényesítek, és már csak az ajkak maradnak hátra. Igen, a Dior Luminizert is fogom használni, amit ugye a szemhéjon, de fogom keverni a Prison Cryo-val, amit szintén említettem nektek, ezzel a rózsaszín árnyalattal, mert a kettő együtt nagyon jól fogja kompenzálni egymást, és eléggé világos, mert ugye rózsaszín sminkhez jobban néz ki, hogyha nem arany természetes fényesítőt használunk, hanem ezt az élénkebbe. Nagyon szép nőies ugye a smink, úgyhogy ez is segít kiemelni. Nagyon jól fog kinézni. Az ajkaimat pedig a 060-as vízálló ajakceruzájával a Diornak fogom megrajzolni, ami egy egyébként fényes rózsaszín. Jó hegyes a francba. Na mindegy. Jól meghegyeztem. Most annyira nem jó hír. Az egyik élénk csillogó cuki-cuki szájfényemet használom a Victoria Secret-től, ami a Baba Guava Boom nevű. Nem tudom, mennyire látszik, szívesen megadom a videó alatt, szóljatok, ha nem látszik a neve. Viszont a ceruzából fogom használni a kis ecsetes részt, mert ezt fel akarom vinni koncentráltan. Látjátok, jó élénk, meg csillog. Kisfiam, ez egy kicsit zavaró szerelmem. Elég élénk, de szerintem nagyon jól kompenzálja az amúgy a sötétebb sminket. Tehát most direkt azért csináltam világosabb ajkakat, meg fényes, csillogó, ilyesmi, mert jól kompenzálja, ahogy sötétebb ugye a szemsmink. Nem pedig egy finom, visszafogott nőies sminket csináltam, hanem azért van benne a sötét rész. Ha csak egy világos rózsaszínt vittem volna fel, akkor akár rúst is tehetnék hozzá, de a mai sminket ilyennek szántam. Remélem, hogy akkor tetszett nektek ez a mai rózsaszín nőies smink. Akartátok, hogy készítsek megint élénk színekkel, ne csak a természetes földszíneket használjam. Valamint kértetek rózsaszínes sminket, úgyhogy gondoltam, hogy akkor ez most tök jó ötlet lenne mára. Ha tetszett, lájkoljátok a videómat, írjátok meg a véleményeiteket is. Kövessetek Facebookon és Instagramon is, valamint ne felejtsetek el feliratkozni ide a YouTube csatornámra, hogy még több videómat elsőként láthassátok. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!